Az ügyvezető elmondta, hogy mintegy 13 kilométer hosszan várható a keleti, illetve az északkeleti részen a településnek annak a csapadékvíz elvezető rendszernek a kiépítése, amely javarészt betonburkolattal váltva zárt betoncső, illetve nyílt TB-elemes megoldással kiépített rendszert fog alkotni. A kivitelezési munkálatok mai naptól kezdődhetnek meg hivatalosan. Ugye a munkaterület átadásra is a mai napon kerül sor. Ugye most a szükséges ugye szakfelügyeleti és egyéb engedélyeket beszerezzük, és akkor utána a fizikai kivitelezés is megkezdődik. A lakosságot mindenféleképpen próbáljuk időben tájékoztatni, hogy mikor, melyik már városrészben milyen munkálatok hogyan várhatóak. Javarészt azt kell elmondanom, hogy együttemben próbáljuk kivitelezni a rendszert. Ez azt jelenti, hogy ha ez utcában megjelenünk, akkor ott ugye teljes bontás és építés, ugye helyreállítás után fogunk távozni. Ami ebből elmaradhat, az esetleg inkább az aszfaltozási vagy a végső burkolat helyreállítási munkálatok, de olyanra nem kerülhet sor soha, hogy bármilyen ingatlant ne lehessen megközelíteni egy este során. Ha mégis ilyen előfordulna, akkor arról pedig külön tájékoztatni fogjuk a tulajdonosokat. A fő célunk az, hogy minél kisebb kellemetlenséggel, minél jobb, minél eredményesebb munkát tudjunk végezni. Mint megtudtuk, a munkálatok várható befejezése 2024. január közepe.